mindig egy ilyen napi cél, hogy kicsikarjak gyertyabából egy olyat, hogy nem volt rossz, vagy esetleg, hogy nagyon jó volt. Most kaptam egy nagyon jót, úgyhogy most jó érzés. Mert mindig szerettem, hogyha a kemény edzések vannak, meg mindig szeretek, hát nem tudom, én szeretek dolgozni, úgy érzem. És azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tanultunk ez alatt, hát nem egy év alatt, egy szezon alatt. Sok újdonságot hozott haza, és hát ezeket így próbáljuk tényleg beépíteni az úszásba, meg próbálunk belőle profitálni, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül. De ugye talán ez a legnehezebb, hogy nem az az ember, aki mindenkit agyon dicsér, és hát hogyha itt valami egy kicsit jól sikerül, akkor az már tényleg akkora boldogság, hogy ugrálva megyek haza. Inkább ilyen technikai elemekre gondolok, hogy éppenséggel mellúszásban hogyan fogjam a vizet, vagy mit csináljak, mire gondoljak, és hát ez is nehéz nekem, hogy nagyon-nagyon sok mellett úsztam ebbe az évbe, sokkal többet, mint szoktam, ugye ő nagyon szereti a mellúszást, én meg kevésbé, de hát remélem, hogy lesz eredménye. Szeretem jól végezni azt, amit csinálok, és szeretem azt, hogyha jól megy egy edzést, szeretem, hogyha tényleg úgy jövök ki a vízből, hogy elfáradtam, és azt érzem, hogy a mai nap nem tudtam volna többet kihozni ebből. Neked szeretem, hogyha az edző is elégedett velem. Leginkább a 200 és a 400 vegyesre készülünk, tehát mindenképpen az edzések is úgy állnak fel, hogy főként vegyest úszom. Az lesz a két fő cél, az eleje meg a vége, ugye az elején van a 200, a végén meg a 400, és hát közte van a 100 gyors, illetve még váltókba is bekerültem. Ezeket majd meglátjuk, tehát mindenképpen a cél az a vegyes. Mindenre nagyon kell figyelni nekem, a gyengeségeim azok a fordulók, arra különösen kell figyelnem, illetve a mellúszás, hogy jól kapjam el a ritmust, és tényleg erősen végig tudjam úszni azt az 50 vagy 100 métert, úgyhogy mindenképpen ezekre fogok odafigyelni, de természetesen minden egyes méter fontos, mert hogyha egy kicsit kiesek a ritmusból, vagy egy kicsit fejben nem vagyok ott, nem tudok magamra koncentrálni, akkor az egész borulhat. Én szeretek saját magamra koncentrálni, azt vettem észre, hogy az sokkal jobb, hogyha a saját mozgásomra, meg a saját pályámra tudok figyelni. De nyilván ez egy verseny, és amikor elkap a hév, és látom, hogy ott vannak mellettem, akkor az is el tud vinni egy jó irányba, hogy látom, hogy itt most nagy verseny van. Egyszer úgy érzem, hogy a 400 sokkal jobb lesz, aztán meg azt érzem, hogy a 200 lesz jobb, és nem is tudnám megmondani, hogy melyik az erősebb számom. Ugye, hogyha megnézem a legjobb világbajnokságaimat, akkor, vagy világbajnoki helyezéseimet, akkor pont ugyanazt értem el mind a kettőbe. Tehát még ez szerint se tudom elmondani, hogy melyik lenne az erősebb. Tényleg, majd oda megyünk, aztán meglátjuk. Ez azért a pillanatnyi mezőnytől is tud függni, hogy most melyik számból végzek előrébb. 2-10, 200 vegyesen a legjobban, 34 pedig 400 vegyesen. Hát ezek a célok, és hogyha egy picit tudnék faragni belőle, az azt mondtam, nagyon nagy dolog lenne.